Egy régen dédelgetett álma vált valóra Kislétának és Nyírbogátnak azzal, hogy az évtizedes problémát okozó szennyvíz kérdés megoldódott egy közel 2,1 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően. Jelenleg az üzemeltető mindkét településen elkezdte a munkát, és már működik a 100%-os állami támogatással létrejövő közműszolgáltatás. Nyírbogáton 22 km hosszúságú a szennyvízhálózat, emlékeim szerint 12 áttemelő egység van, Kislétán pontosan ennek a fele, egy 10-11 km hosszúságú hálózat működik, úgyhogy ez egy igen jó sikerült munka véleményem szerint. Én néztem menet közben az építkezésen a szakemberek munkáját, én meg vagyok elégedve, de nem hallok nagyon nagy problémát más települési lakostól sem. Én itt élek Nyírbogáton, úgyhogy közelről láttam, hogy folytak a munkák. Magas színvonalon precízen dolgoztak a kivitelezők. A lakosságnak bekötésenként mindössze egy 5000 forintos jelképes összeget kellett fizetnie a hálózatra csatlakozáshoz. Azért is nagyon örülök, hogy sikerült a települések jó részében, így Nyírbátor térségében, ugye Nyírgyulajon, Piricsén, Nyírbélteken, Encsencsen, Nyírvasváriban is lényegében 100%-os állami támogatással a szennyvíz beruházást megoldani. Én ezt egy nagyon nagy eredménynek tartom, és számomra egyértelműen bizonyítja azt, hogy a Fidesz-KDNP kormány a magyar vidék mellett van, mert addig alakították, és a pályázati rendszereket addig írták ki, amíg ezt el nem tudtuk érni. A projekt Nyírbogáton és Kislétán is befejeződött, már csak az utómunkálatok zajlanak. A társulás elnöke elmondta, azt szeretnék, ha a mostani 75%-os bekötési arány mindenképpen növekedne.